Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ma este, és először is bemutatkozom, Főző Attilának hívnak, és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa vagyok, és én leszek a beszélgető társa ma esti vendégeinknek, akiket szeretnék most nektek bemutatni. Derekasné Orosz Andrea, ő a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola igazgatója, és Bíróné Szabó Brigitta, aki az Erős Lajos Református Általános Iskola igazgató helyettese, ez az iskola pedig Püspökladányban van. És hát mindkettejük már régi motorosok, ha szabad ilyet hölgyekkel kapcsolatban mondani, tehát a digitális pedagógiában ismert arcok, nevek ők, tehát ahogy mondani szoktuk, amikor a digitális munkarend elkezdődött, akkor lehet, hogy váratlan fordulat volt ez, de hogy felkészületlenül nem érte őket, ez egészen bizonyos. És ma este erről fogunk beszélgetni, hogy a digitális munkarendnek mik a tapasztalatai náluk, és milyen megoldásokat találtak, és milyen nehézségeik voltak ebben az időszakban. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy először is egy pár szóban mutassátok be az iskolát, és mondjátok el, hogy a digitális munkarend bevezetése egyik pillanatról a másikra hogyan történt nálatok. Talán Andi kezdte. Köszönöm szépen. Én Derekasné Orosz Andrea vagyok, a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola intézményvezetője. Már az idén pontosan 10. éve vezetem az intézményt, mint intézményvezető. A településünk egyébként Eger és Miskolc között található, egy kis község, ilyen 1600 körüli lakossal, az iskolánkban jelen pillanatban 157 tanuló jár. A mi iskolánk gyakorlatilag 2015-től mondható, hogy nagyon szorgalmasan indult el a digitális pedagógia útján. Akkor kezdtünk el igazán ezen a téren célkitűzéseket megfogalmazni, és valóban eljárni azokra a konferenciákra, rendezvényekre, többen is a nevelőtestületből, ami ilyen témába vágó volt. Az intézményünk céljai között mindig is kiemelt helyet kapott a digitalizáció, a kommunikációnkban ezeknek a csatornáknak a használata. Hogy miért is volt nekünk talán egy picikét előnyünk, amikor ez az érdekes helyzet bekövetkezett, hát ez ebből adódik. Amikor március 16-án összegyűlt a nevelőtestület, akkor akármilyen digitális úton voltunk, meg előzményeink voltak, le kellett vennünk a rózsaszín szemüveget, és meg kellett néznünk azt, hogy mi az a felület, mi az az együttműködési forma, amit minden egyes gyerekünk itt Dél-Borsodba, az iskolánkba a lehető legegyszerűbb módon elér. Elsők között megnéztük azt, hogy mi a mi közös kommunikációnknak, mi lehet a felülete. Kerestünk egy olyan platformot a kollégákkal és a rendszergazdánk segítségével, ahol majd mi tartjuk a kapcsolatot, hiszen nem tudtuk, hogy meddig és milyen távon kell majd gondolkodnunk, és fontos volt azt, hogyha egymástól el is szakadunk, de a pedagógusok együttműködése továbbra is a megoldás kulcsa lesz, ezt éreztük. Úgyhogy aznap délelőtt volt az utolsó találkozásunk úgy közösen, amikor mégis mi a Zoom felületét választottuk, beállítottuk az eszközeinkre, távoli elérést beállított a rendszergazda is, és megbeszéltük, hogy közösen, csapatba együttműködve, hát 17-en vagyunk egyébként, a nevelőtestület 15 törzstagja, és két kis óraadónk, de eddig minden egyes nehézsége, minden egyes helyzeten a csapatmunka és az együttműködés segített minket, illetve az, hogy összeadódnak azok az erősségek, amik bennünk vannak. Megállapodtunk abba is, hogy nekünk gyakorlatilag nem voltak olyan gyerekek által használt felületeink, amit nagyon ismertek volna és jól kezeltek volna, 6 éves kortól 14 éves korig a gyerekeink, viszont van egy jó iskolai honlapunk, van egy biztos saját szerverünk, ami a megoldást jelentette első körben. Tehát megbeszéltük a kollégákkal, hogy az iskolai honlapnak a kezdő lapjára
pakoljuk ki az órákat, és egy fontos döntést hoztunk, kis lépéssel indulva, hogy 3 digitális tanrendi órát fogunk első körbe a gyerekeknek kiküldeni ezen a felületen, és törekedtünk arra, hogy lehetőleg olyan felületeket, olyan feladatokat, olyan beépített feladatokat adjunk a gyerekeknek az órák során, amiket már ismertek, amiket használnak. Úgyhogy gyakorlatilag kinyitottuk az iskolai életünket az iskolai honlap felületén, a kezdőlapra pakoljuk ki a krétához igazítottan azt a 3 órát, amiben megállapodtunk, és hát elkezdtünk folyamatosan együttműködni, mi a nevelőtestülettel eleinte minden egyes napot azzal zártunk, nap végén 3-tól 4-ig, vagy valamikor 4-től 5-ig, hogy közös megbeszéléseink voltak a Zoom-on. És így haladtunk közösen lépésről lépésre, és teszteltük igazán a gyerekeket, magunkat is, beszéltük meg a közös módszertant, és gyakorlatilag a közös e-mail címünknek a Drive felületét használtuk, és ez az egységes felület, ahova töltik fel a pedagógusok az óráikat, innen linkeljük be az iskolai honlapra, és ide kezdtük el az összes szakmai anyagunkat a Drive-on, tehát ebben a legegyszerűbb, amit a legegyszerűbbnek találtunk, és legkézzelfoghatóbbnak felpakolni. Elkezdtünk együttműködni, minden egyes héten tartottam én, mint vezető a szülőkkel, a szülői képviselőkkel, először Messengeren, aztán ők is van, aki be tudott kapcsolódni a Zoom-ba, megbeszélést, tehát folyamatosan egyeztettünk a szülőkkel, és néztük azt, hogy ez a fajta felállás, ennyi óra, ami ugye a köznevelési törvénybe biztosítja azt, hogy a tanítási nap hitelesnek számít, és érvényesnek 3 órával, ennyi óra mennyi időt jelent a gyerekeknek otthon, milyen terhet jelent a szülőknek, ahol több gyerek is van netalántán, és kevés eszköz. Aztán gyakorlatilag így haladtunk hétről hétre, és a második hét végén tudtuk azt megnézni, hogy melyik az a család, kik azok a gyerekek, ahol csak okostelefon van otthon, és semmilyen más eszköz. És a második hét végén az osztályfőnökök felmérték ezt a fajta eszközellátottságot, hiszen felméréseink voltak már, tudtuk, hogy a gyerekeink 98%-ának internet elérése van, viszont nem tudtuk, hogy milyen az eszközellátottságuk. És ezek után hoztuk meg azt a döntést, hogy családonként legalább egy laptop vagy tablet legyen, vagy gép esetleg a rendelkezésükre, és adtunk ki, mi gyakorlatilag 18 eszköz kiadására volt szükség. És így le tudtuk fedni, és gyakorlatilag minden gyerekünk eléri most már olyan formába, hogy be is tudja küldeni a házi feladatokat, a digitális felületünket. Köszönöm. Erre még lehet, hogy visszatérünk a jövőben, egy a közeli jövőben. Parancsolj, nálatok Püspökladányban, hogy indult el ez? Igen, én Hajdú-Bihar megyéből és a Sáréti térség városából köszöntelek benneteket. Az iskolánk, az Erős Lajos Református Általános Iskola 2011-ben indult újra, tehát a református oktatás azóta van jelen a városban. 9. tanévünket kezdtük el, úgyhogy nem olyan sok ez még, ami mögöttünk van, de nagyon sok célja és reményeink vannak a jövőre nézve. A digitális oktatás és a módszerek tekintetében pedig azt tudom elmondani, hogy Andiékhoz hasonlóan a mi testületünk is nyitott ezekre az utakra, és nem csak én, hanem nagyon sokan járunk ezen az úton, és tényleg sokszor együtt összekapcsolódva megyünk el egy-egy konferenciára, képzésre, ahol a szakmaiságon túl olyan jó barátságok is kötetnek, mint ahogy Andival is egy ilyen digitális pedagógus képzésen ismerkedtünk meg, és azóta is vannak közös együttműködéseink. Úgyhogy a tantestületünk és az iskolánkról akkor röviden ennyit. Illetve azt szeretném mondani, hogy 269 diák és óradókkal együtt 30 fős tantestületünk van. Mi is, amikor meghallottuk a híreket, akkor már a következő napon egy rendkívüli vezetőségi üléssel kezdtünk, ahol próbáltuk ezt a helyzetet kellőképpen felfogni és feldolgozni, hogy hétfőn, amikor kiállunk a nevelőtestület elé, akkor már tudjunk valamilyen fajta útmutatást adni. Tehát ott tényleg a hétvége azt gondolom, hogy mindenkinek minden intézményben hasonlóan telt, és
vezetőségi döntés született arról, hogy második éve vagyunk az innovatív iskola programban, a Microsoft innovatív iskola programban, és hogy akkor ezt az utat választjuk, tehát az Office 365 a iskolai verzió és a Teams lesz a mi felületünk, mert hogy ott elindultunk az úton, és azt kell mondjam, hogy a tantestülettel ebben a tanévben már közös kommunikációs felületünk volt a Teams. A tanulók esetében csak egyetlen egy osztály volt még beregisztrálva, de így is úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és hogy ez lesz a mi digitális iskolánk. Úgyhogy, de azt is tudtuk, hogy ez nem fog menni egyik pillanatról a másikra, hiszen eddig is egy hosszú út van mögöttünk, ahol sokat tanulunk, és sok mindent kell, hogy tapasztaljunk a felület felhasználásával kapcsolatban. Úgyhogy elindult két folyamat is egymás mellett, vagy talán több is. De az egyik nálunk is ez, hogy fölmérjük az osztályfőnökök segítségével, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek a tanulók, milyen internet hozzáférésre, tehát hogy egyáltalán fog-e működni, amikor majd beindítjuk az Office 365 és a Teams használatát. Nálunk laptopok, tehát informatika órán is tanulói laptopok vannak, amit használnak a gyerekek, úgyhogy ezeket a laptopokat adtuk oda azoknak, akik jelezték, hogy eszközigény van, illetve nálunk szülői felajánlás is érkezett. Tehát volt olyan szülő, aki felajánlott tabletet, asztali gépet, tehát nem csak iskolai eszközöket tudtunk odaadni azoknak a családoknak, ahol szükség volt rá, hanem felajánlás is jött. És akkor a következő lépésben, hogy elinduljon a folyamat, az oktatás, és hogy ne várjanak hosszú napokat arra, hogy a mi rendszerünk is igazán élesítve legyen, addig egy kéthetes átmeneti időszakunk volt. Akkor még nem tudtuk, hogy ez két hét lesz. Tehát ott az első napokban még annyira új volt minden, de sejtettük, hogy nem szabad rohanni. Tehát amikor úgy nagyon hirtelen csapunk bele valamibe, és nem nincsenek kidolgozva a lépések, akkor annak nem lesz jó a vége. És ezért mi az e-mailezést választottuk első körben, hogy szülőktől e-mail címeket leellenőriztük, új címeket kértünk, amin valójában el tudjuk érni őket, és szülői e-mailekre küldtük ki először első körben a tananyagot, illetve a kollégáim e-mail címére váltuk vissza a jelzéseket. Ez egy kéthetes időszak volt, mint ahogy mondtam. Közben persze elindult a folyamat, hogy ezek a felhasználói fiókok, az osztálycsoportok létrejöhessenek. Tehát a háttérben folyt az előkészítő munka, amiből még a szülők, gyerekek nem sokat tapasztaltak, hiszen ők e-maileket kaptak két héten keresztül. Közben a kollégákkal egy digitális munkacsoportot alakítottunk, és velük együtt tudtuk a felhasználói fiókokat létrehozni, és elkezdeni azt a folyamatot, hogy először a kollégák lakják be ezt a digitális teret, az digitális iskolát, vagy ezt a virtuális iskolát, és ha ők már otthonosan mozognak, akkor be tudjuk engedni a gyerekeket is ide. Úgyhogy hasonlóan Andiékhoz mi is minden nap online kapcsolatban voltunk, tehát ilyen belső webináriumokat szerveztünk a Teams-ben, hiszen a kollégák már bent voltak a rendszerben, tehát azzal nem töltöttük az időt, hogy őket be kelljen hozni. Velük már ott folyt a kommunikáció és a közös tanulás, hogy meg tudják ezt a felületet ismerni, és utána ki tudjuk nyitni a kapuját a külvilág felé, a gyerekek és szülők felé. Talán annyit még, hogy az volt egy nagy kérdés számomra, és ebben nagyon sokat segítettek a webináriumok, azok a rendkívüli webináriumok, amik az elején indultak, és ott ugye hallgattuk a Teams-nek a felhasználását alsó-felső tagozatban, mert hogy ez nekem nem volt teljesen egyértelmű, hogy akkor hogyan nézzenek ki ezek a Teams-ek iskolán belül, osztályok szintjén, vagy tagozat szintjén. Úgyhogy végül hosszas gondolkodás után, és segítségkérés után, meg jó tanácsok, meg webináriumok után úgy döntöttünk, hogy alsó tagozaton osztály Teams-ek lettek, tehát ott egy csoportba kell, hogy bemenjen a szülő adott esetben, ugye a gyerekkel együtt, míg felső tagozatban pedig tantárgyi csoportok vannak, hiszen ott már általában a tanulók önállóan is be tudnak menni ezekbe a felületekbe. Úgyhogy nálunk így indult az első két hét. Köszönöm szépen!
Itt említettétek, hogy azért nem volt egyszerű az indulás, de az is elhangzott, hogy az órák azért nem ugyanúgy mennek, mint a szokásos normál rendszerben történne. Az a kérdésem, hogy most már ennyi idő után milyen arányban vannak jelen azok a alkalmak, amikor valamilyen videós kapcsolat, vagy valamilyen élő kapcsolat van a gyerekekkel, tehát amikor nem csak egyirányú a információ átadás egyik vagy másik fél részéről, hanem ilyen mindkét irányban megy, akár ilyen ehhez hasonló videós órákra gondolok, ezeknek milyen aránya van, illetve hogyan oldottátok meg azokban az esetekben a kapcsolatot, ahol a diákok nem tudták elérni ezt a lehetőséget, vagy eszköz, vagy internet hiányában? Én azt gondolom, hogy a mi lehetőségeink és a feltételeink egy picit másabbak itt Dél-Borsodban. Akárhogyan készültünk mi az iskolába a gyerekekkel a digitális működésre, a digitális életre, azért a szülők olyan mértékben nem voltak, vagy nincsenek felkészülve erre a világra. Nem gondoltuk azt első körbe, hogy online órákat tartunk. Mi azt gondoltuk, hogy most a szülő egy partner ebbe a folyamatba, az otthontanulás folyamatába, és azt láttuk, hogy ott azért nagy teher, hogy a kevés eszközzel több gyerekkel otthon levő szülő esetében mikor és hogy ossza be ezt az időt. Ha otthon dolgozik, és esetleg valóban csak egy ilyen gépe van, akkor a munkát hogy végezze el. Úgyhogy mi egyelőre nem tartunk online órákat. A kapcsolat viszont a gyerekekkel, főleg a nagyobbakkal, hiszen alsó tagozatban a szülő jelentősen segítséget nyújt, ő tanul a gyerekkel. A felső tagozatban megvannak azok a felületek, a Messenger gondolok én, hogy szükség esetén az osztályfőnökök ott elérik a gyerekeket. Skype-on is zajlik most például egy középiskolai felvétel előkészítőben, segítem így a gyerekeket, és Skype-on kapcsolódunk be, amennyiben szükséges. Úgyhogy mi ezt a fajta együttműködést így nem alakítottuk ki, hiszen láttuk, hogy ehhez nincs lehetőségünk, erünk, hogy segítsünk, hogy felkészítsük a szülőket. Ez a fajta tanítási-tanulási rend merőben más. Megállapodtunk ezeken a megbeszéléseinken a módszertanban, hogy gyakorlatilag elengedjük azt a fajta hagyományos tanmenetet, ami irányította klasszikus értelemben a mi életünket. Megbeszéltük a kollégákkal, hogy válasszák ki azokat a tartalmi elemeket, amelyek gyakorlásra ebben a helyzetben egyáltalán a gyerekeknek valamiféle hasznos, otthoni, de mégis több készségüket fejlesztő tevékenységére is alkalmas lehet. Természetesen vannak olyan anyagrészek, amit a kollégák ugyanúgy próbálnak otthoni tanulásban is megvalósítani, és nagyon sok esetben látom azt, hogy tantárgyakat összefognak. És akkor egy napra ugye beépül a testnevelés a matematikába például, meg az énekzene, és akkor szépen komplexen adják ki a feladatot, megbeszélve alsó tagozatban két tanítónk van, két tanítós rendszerben tanítunk, felső tagozatban pedig láttuk azt az első indulás után, hogy a harmadik héten szükség volt húsvét előtt, hogy egy picikét más fordulatot vegyen az egész rendszerünk, és akkor döntöttünk úgy, hogy a 3 napot mi a húsvétra készülvén egy digitális témahét megvalósítására, témanapok keretében valósítottuk meg, és nagyon nagy sikere volt, hiszen láttuk azt, hogy a szülők körébe, a gyerekek körébe vagy egyfajta mentális váltásra is szükség volt, megerősítésre a gyerekek irányába. Elkezdtünk egyébként projektekben gondolkodni, látjuk azt, hogy ezt a fajta tananyagot kiküldöm, és leül a szülő, vagy megcsinálja a felső gyerek, és megpróbálunk, a földnapján is már egy ilyen tematikus óraszervezés valósult meg, és hát tervezzük május végére mindenféleképpen a gyereknapra hangolódván egy újabb projekt előkészítését, és június utolsó heteire pedig egyértelműen egy nagyszabású, csak iskolai projektbe gondolkodó zárást tervezünk, ami segít majd feldolgozni a gyerekeknek ezt az egész veszélyhelyzetet. Ugyanakkor
az év lezárását is megkönnyíti. A munkaformát tekintve tehát megpróbáljuk színesíteni, elkezdtek a kollégák játékosításba is gondolkodni, az értékelésen is folyamatosan dolgozunk annak a rendszerén, és nagyon nagy segítséget jelentettek nekünk a szülők, tehát a szülői képviselőkkel való párbeszédünk, akik visszajelzéseikből megerősítettek minket, és jelezték azt, hogy na most van az, hogy éppen elfáradtak, hogy most már láttuk, hogy ritkábban jönnek, hiányosabban a feladatok, és akkor most segítségként ezt a 3 napot is felhasználjuk, ami még a tanév rendjében benne volt, és egy picikét rövidítünk itt a 3 hetünkön, majd májusban, hogy egyrészt nekünk is vannak szakmai feladataink, másrészt pedig, hogy az otthon tanulásba is segítsük egy picikét a szülőknek, hogy újabb erőt nyerjenek, meg a diákoknak is, hogy megfrissüljenek. Köszönöm szépen. Az a kérdésem van még, hogy a gyerekek akkor e-mailben küldik vissza a feladatok megoldását? Igen, közös osztály e-maileket alakítottunk ki, egységes címeket, amit kiraktunk a tananyag fölé, órarend fölé az iskolai honlap kezdőlapjára, és arra küldik vissza a szülők, alsó tagozatban nyilván egyértelműen, negyedik osztálytól szépen küldik a gyerekek egyébként önállóan, és a felsőbe pedig már a gyerekek küldik nyilván e-mailben vissza, igen. Köszönöm. Nálatok hogyan alakul ez? Nálunk úgy alakult, hogy amikor ugye be tudtunk lépni a Teams-be, akkor még mindig el kellett, hogy teljen idő, és azt gondolom, hogy ez is érthető, hogy 2 hét után, a váltás után azért ott sem egyik napról a másikra valósult meg minden. Tehát ott is kellett idő, hogy a gyerekek, a szülők, ugye alsóban a szülőkről beszélünk inkább, megszokják az új felületet. Persze, hogy egy e-mail váltáshoz képest ez egy bonyolultabb rendszer, és nem azt a fajta egyszerűséget adja, viszont számtalan olyan lehetőség van benne, amit azóta már megtapasztaltak. Tehát, hogy sokkal jobban tudnak ott kommunikálni a tanítókkal, a tanárokkal, jobban lehet együttműködni, közösen szerkeszteni. Tehát, hogy előbb-utóbb az előnyét is meglátták azok, akik a kezdet-kezdetén még nehéznek érezték az új felületet, és mi megpróbáltuk ezt segíteni. Tehát nálunk is egy csökkentett órarend lett, úgy, ahogy Andiéknál. Tehát alsó tagozaton ez 3-4 órát jelent naponta, mármint olyan értelemben, hogy 3-4 tantárgyi tananyag, mert ugye online órát így egy az egyben órarend szerint nem tartunk, de felsőben meg ez 4-5, de inkább 4. Tehát, hogy az online órákkal is azt tapasztaltuk, hogy úgy fokozatosan és lépésenként, tehát ha már a felületen bent vannak, megszokták, hogy hova töltök fel, mit fogok most kezdeni, hol találom meg, akkor lehet az egy következő lépés, hogy már bekapcsolódok egy online órába, és azt kell mondjam, hogy ez a pillanat is eljött, amikor meghirdettük, hogy ezen a héten osztályfőnöki órák lesznek, és akkor minden osztálynak volt egy ehhez hasonló Teams értekezletes órája, ahol nagyon nagy élmény volt nekem az első is, meg azóta is valamennyi, amikor össze tudok kapcsolódni az osztályommal. Osztályfőnök is vagyok, 7-eseim vannak, úgyhogy nagyon-nagyon hiányoznak, mint ahogy mindenkinek, azt gondolom, a saját tanítványai. És még ha érzem is a távolságot, tehát hiába vagyunk így ott a térben, persze ez közel nem azonos azzal, amikor a tanteremben, de mégis többet ad, hogy ott vagyunk együtt, és igen, tudunk közvetlenül, kétirányúvá válhat ez a kommunikáció. Úgyhogy ez a fajta könnyítés és segítségadás nálunk is megvolt. Tehát a szülőknek, a tanulóknak több oldala segédanyag készült, hogy hogyan jussanak be, hogyan tudjanak megtalálni funkciókat, mert tudtuk, hogy nem hagyhatjuk őket segítség nélkül. És hogyha van egy segédanyag, amihez hozzá tud nyúlni, akkor könnyebb a koordinálás is. Tehát mi is tudtuk, hogy nem lehet, hogy aznap 270 szülő kezdjen el telefonálni, hogy nem boldogul. És bennem is volt izgalom, hogy vajon hányan fognak tudni az első napon belépni a digitális iskola kapuján. Egyetlen egy tanulónak nem sikerült, de azt is hamar megoldottuk, úgyhogy nagy, nagy öröm volt ez, azt gondolom, valamennyiünk számára. És mi is tervezünk projekteket. Tehát most már, hogy belaktuk a Teams-eket és az osztálycsoportokat, és elindult a tanítási folyamat, a Teams-ben is számtalan lehetőség van. Tehát ott sem mondhatom azt, hogy minden kolléga egységesen csinálja, mert hogy
ebben is lehetnek eltérések, de mégiscsak egy felületen belül kell, hogy mozogjon a tanuló, és mi kollégák is menet közben tanulunk nagyon sokat. Tehát megint csak vissza tudok utalni arra a webináriumra, ahol a Skultéti Zoltánné Kati vitt be bennünket az osztályjegyzett füzet rejtelmeibe, és mivel utána voltak kérdéseim, így megkeresve őt, nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk még tőle. Tehát azt kell mondjam, hogy egy ilyen mentorunká vált Kati, és lényegében az ő segítségével tudta a tantestület az osztályjegyzett füzetet olyan módon kihasználni, hogy most már komplett digitális tananyagokat raknak oda össze, és ott tudnak a gyerekek dolgozni, a pedagógus pedig ott javítja a munkáját. És azt még hadd mondjam el, hogy a múlt héten hívott fel az egyik tanítónéni, és azt mondta, hogy most el kell, hogy mesélje azt, hogy ő mennyire boldog. Mert hogy úgy érzi, hogy most ért el oda, ahová gondolta, hogy majd egyszer el fogunk érni, mert hogy azt látta, hogy minden gyerek munkája ott van egyben előtte, és hogy ott tud nekik reagálni, amit a gyerekek is látnak. Tehát, hogy fontos az, hogy a tanár is rendszerben lássa a munkáját, meg a tanuló is rendszerben tudja ezt kezelni. Ehhez persze rengeteg segítségadásra van szükség, tehát úgy a tanulónak, a szülőnek, a kollégáknak az együttműködése, tehát azt gondolom, hogy erről még nagyon sokat tudnék mesélni, de akkor most ismét visszaadom a szót. Tehát mi is készülünk projektekkel májusban, mert hogy ez az újabb kihívásunk az új hónapra. Köszönöm. Itt szó esett az értékelésről már. Tulajdonképpen ez egy hihetetlenül fontos téma, egyébként akkor is, amikor nincs járványhelyzet, és akkor is egy komoly kihívás, hogy hogyan lehet ezt korszerűen megoldani. Ti milyen megoldásokat találtatok? Nyugodtan mondjatok olyan példákat, amelyek alapján mások a kollégák esetleg követni tudják a példátokat, és az a kérdés is fölmerül, hogy akkor másképp történik-e az értékelés, mint szokott lenni. Ugye sok tanárban így, hogy mondjam, aggodalom keletkezett, hogy akkor most hogy lesz a felelés, meg a dolgozat. És hát végső soron az a kérdés, hogy hogy lesznek ebből jegyek, hogyan tudjátok a lezárásokat megtenni. Andi. Én azt gondolom, hogy a nevelő testületünk szerencsés helyzetben van már ismét ebben a témában. Ebben a tanévben ősztől kezdtünk el foglalkozni nagyon komolyan a fejlesztő értékeléssel. Több alkalommal, ez kiemelt cél volt, és kóstolgattuk a témát, illetve NAT műhelyek folynak nálunk, ezzel kapcsolatban az Oktatás 2030 projekten belül támogatói körünk van, aki ezt segíti. Amikor elindult ez a digitális munkarend, rögtön beszéltünk arról, hogy mi a célja az értékelésnek. Ugye minden értékelés most egy picit más szemszögből került elő, más lépett életbe, valóban feltettük ezt a kérdést. Megkérdeztük magunktól is, hogy valóban tanulói teljesítményt tudunk most értékelni. Mi számít annak, amikor a kisgyerek a szülővel együtt készíti a házi feladatot? Vagy egy űrlapot kitölt egy felsős és segédleteket használ? Elkezdtünk közösen gondolkodni, és bevontuk a szülőket első körben, és megkérdeztük őket, hogy nekik milyen visszajelzésre van szükségük. Mi az, ami érdemi visszajelzés? Az legelső körben a szülők azt jelezték számunkra, a szülői képviselők, hogy egyáltalán arra voltak kíváncsiak, hogy az a fajta feladat megoldás, illetve az a fajta működés, ahogy ők segítik a gyerekeket, az úgy megfelelően mit látnak a kollégák. Hiába kaptak napi szinten visszajelzést az e-mailben a beküldött, esetlegesen bekért feladatokra, fotókra, vagy a gyerekek is a kitöltött űrlapokra. Mégis megerősítést kértek a szülők, a kicsiknek a szülei arról, hogy ez úgy megfelelő, hogy jól csinálják otthon gyakorlatilag a pedagógus feladatot. A nagyoknál pedig érdekes volt a szülők, mert hogy azt látták, hogy a gyerek ott ül a gép előtt.
De hát nyilván a nagynár önálló tanulásban van, a szülő dolgozik is több esetben, de azt nem tudták, hogy igazán hiánytalanul küldje, rendszeresen küldje, pótolja a dolgát, úgyhogy ők pedig ebbe vártak megerősítést, hogy egy picike jelzést a pedagógus részéről, és akkor ebben megállapodtunk, és most fogjuk a második ilyen visszajelzést küldeni, tehát március végén visszajelzést küldtünk a Krétanaplón szövegesen, minden egyes szülőnek, amiben az osztálytanítók, illetve felsőben pedig minden egyes kollega egy Drive megosztott dokumentumba nyilván beírta az adott tanulóval kapcsolatos megjegyzését, hogy egyáltalán a digitális térben, a digitális munkarendben hogyan és mint van a kapcsolattartás, a feladatok küldése, mit látnak ők, hogyan pótolnak a gyerekek, illetve hogy egyáltalán a szülőt megerősítsük, vagy informáljuk erről a felsős tanuló esetében. Ez bevált. Nagyon jó visszajelzések jöttek, igen, voltak hiányos a térbe eltűnő kamaszaink, és akkor úgy visszaterelgették a szülők őket segítséggel, tehát ez egy ilyen nagyon támogató kis szövegezés volt, próbáltuk motiválni a szülőket is, megerősíteni abba, hogy amit csinálnak, az nagyon fontos, és továbbra is szükséges lesz a számunkra. Aztán az érdemjegyekkel kapcsolatban csinyán kezdtünk el gondolkodni. Arra gondoltunk, hogy nyilván ezeket a kis visszajelzéseket a gyerekek a tanítónénitől, tehát tényleg olyan szinten kapták bátorításként az alsóban, hogy nagyon-nagyon meg voltak elégedve a szülők, ugyanakkor nagyon elfáradtak a pedagógusok. Tehát láttuk azt, hogy ezt, hogy minden egyes nap a 3 órára úgy visszajelezni, hogy javítja a tanítónéni, és küldi a szövegesen, és bátorítja, meg a kis figurácskát, vagy bármit még oda szerkeszti az e-mailben a szülőnek, a felsőben is ugyanígy küldözgettük, úgyhogy most megállapodtunk abba, hogy legalább hetente egyszer küldünk visszajelzést összességében a gyerekek munkájára. Ha nagyon hiányos, vagy nagyon-nagyon szuper munkát kapunk a hét folyamán, akkor azonnali visszajelzéssel érünk, mert ez óriási munkát jelentett napi szinten a pedagógusoknak is. Úgyhogy meg a szülők gyakorlatilag most már 2-3 hét után belátták azt, hogy ez így működik. Megnyugodtak, látták azt, hogy biztosan tudják, elérik a tananyagot, ez nagyon kellett. Tehát ez a biztonság nagyon fontos volt nekik, és kaptak egy nagy megerősítést, hogy igen, jó az, amit csinálnak, körülbelül így fogunk működni. Tehát a stabilitás az nagyon, és a visszajelzés nagyon fontos volt. Ebben a pont most készítjük a második ilyen szöveges visszajelzést, a jövő hét elején fogjuk kiküldeni a szülőknek, és ebben a helyzetben előkerültek azok a belső jó gyakorlatok, amikről úgy tudtunk, de most már elkezdtük megosztani egymással, hogy egy-egy évfolyamban milyen ügyesen játékosítanak a kollégák, jelvényeket gyűjtenek mondjuk a negyedikeseink, a két tanítónéni által, és egy közös megosztott, az is egy egyszerű kis drive-ba a gyerekek követték, hogy éppen miért lehet jelvényt szerezni, és borzasztóan motiválta őket, és látják, hogy ők milyen szuper dolgokat csináltak itt a digitális térbe, bármilyen tantárgyból, és ők most éppen hol tartanak. Ez egy nagyon jó visszajelzés a gyerekeknek, ez a fajta játékosítás bevitele, úgyhogy ezt úgy kiterjesztettük, és például a projekt héten már közösen használtuk ezeket a jelvényeket, és értékeltük vele a gyerekeket, és valóban belátta a többi kollega is, hogy elkezdte használni, hogy milyen jó hatással van, és motiválja a munkára, mert hiszen ez a célja. Nem is annyira az értékelés, tehát az érdemjegy, hanem a motiválás most az elsődleges. Hogyan tudjuk a gyerekeket folyamatosan bevonni valamiféle együttműködésre, és valamiféle otthon tanulásban újra és újra megújulva feladatokkal valóban késztetést adni számukra. Abban állapodtunk meg, és ebben nagyon nagy segítség volt egyébként ugyancsak ez a webinárium, amit én hallottam a vezetőtársakkal, hogy való igaz, hogy a gyerek több héten keresztül teljesít valamiféle digitális térben, és nem egyetlen egy tevékenységére célszerű érdemjegyet is akár adni, hanem egy hosszabb távú, több szempontból is megfogalmazott értékelés mentén adni egy összefüggő jegyet neki, úgyhogy most ebben állapodtunk meg. Ráadásul úgy próbáljuk ezt kialakítani, hogy a gyereknek, a felsősnek mondjuk megajánljuk, és mellé ajánljuk azt, hogy ha ezzel szeretne javítani, akkor vállalhat érte plusz feladatokat. Tehát, hogy továbbra is életbe tartsuk a munkakedvét, meg a tanulás iránti vágyát, mert hogy egyre inkább fáradnak a gyerekeink is az otthoni létben.
Úgyhogy elkezdtünk ebben gondolkodni, pontosan a nevelőtesteti megbeszélésen állapodtunk meg a múlt héten ebben, hogy hogyan fogunk a digitális rendben most úgy látjuk értékelni. Abban állapodtunk meg, hogy átfésüljük, hogy melyik az a tantárgy, melyik az a gyerek, akinek az feltehetően az évvégi osztályzatához szükség lesz valamiféle értékelésnek a megerősítésre, hiszen előtte is sokat hiányzott, még március előtt, és talán nincs annyi érdemi, hogy a második fél évben, amennyi, nem tudom, hogy most hogyan zárjuk majd az évet, szükségesnek gondoljuk, hogy legyen. Május 15-ét jelöltük meg, hogy május közepénre megnézzük, hogy valóban kik azok a gyerekek, és akkor ott kitaláljuk, hogy őktől hogyan, milyen formában fogunk valamiféle érdemjegyet adni. Tehát ezt folyamatosan alakítjuk. Abban állapodtunk meg, hogy nem szórjuk meg a gyerekeket érdemjeggyel, hanem havonta egy jegyet. Tehát, hogy körülbelül egy 3-4 hétben egy jegyet kapjanak, és egy összefüggő tevékenységre, és valóban így egy kicsit olyan munkára motiváló, vagy további együttműködésre motiváló jellegű legyen. Úgyhogy körülbelül most itt tartunk az értékelésben. Hát nálunk, ugye említettem, hogy osztályjegyzet füzet, és mióta már nem az e-mailezős rendszer van, hanem közvetlenül tud a kolléga a gyerek munkájára írni, megjegyzést tenni, akár matricát szúrni, dicsérő üzeneteket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos visszajelző rendszer a számukra, és nálunk az a bevett gyakorlat, hogy minden ilyen beadott munkára visszajelez a kolléga, tehát ugye van egy adott határidő, és akkor a határidőt követően a pedagógus is igyekszik, hát nagy a leterheltség nálunk is, mint ahogy mindenhol, de hogy minden ilyen munkával kapcsolatban. De ugye itt nincs a küldés funkció, mert hogy oda jelez vissza abba a füzetbe. Az alsósoknál is működik, hiszen ott ugye a készen írott munkáikat fotózzák be, és szúrják be az osztályjegyzet füzet lapjára, tehát ott is oda tud a kolléga akár egy-egy kedves, biztató matricát tenni, vagy azt, ami ismét munkára motiválhatja, hogyha nem volt elég aktív. Tehát ez szerintem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy igen, szövegesen is tudja értékelni, és hasonló alapelveken indultunk el mi is, hogy most nem fogunk tudni olyan módon is annyi jegyet adni, ahogy eddig. Tehát ez így nem működhet, és nálunk is ez a havi jegy vagy témajegy alakult ki. Tehát, hogy adott témára, vagy havonta egy-egy mindenképpen szülessen, és akkor igen, ez egy folyamatot mutat. Tehát nem egy adott dolgozatra kapja, hanem abban az időszakban elvégzett munkáira. Ez lehet a beadandó, lehet az, hogy hogyan, mennyire alaposan, ügyesen dolgozott, vagy mennyire tudta tartani a határidőt. Ezek is beszámíthatnak abban a nagy végső értékelésbe, mert hogy igen, az is fontos, hogy kaptok rá elég időt, de akkor tessék ezt a határidőt betartani. Nálunk is vannak elvesző kamaszok, akiket így a Teams-ben is elég nyomoznunk, hogy éppen ott volt, nem volt ott, látta, nem látta, és hogy akkor igen, valahogy még kell, hogy tartsuk bennük is, és magunkban is az erőt és a lelket, hogy még a tanév végéig ezt így tudjuk végigvinni. Nálunk is van olyan, aki pontrendszerrel dolgozik, tehát hogy bizonyos típusú elvégzett munkákért pontokat gyűjtenek, és akkor majd, amikor elérkezik egy adott pontszámhoz, akkor az jegyre váltható. Nálam volt kolléga, aki azt jelezte, hogy ő már azt is értékelés, és azt fogja nézni az évvégi értékelésnél, hogy a gyerek hogy tette oda magát ebben az időszakban. Lehet, hogy nem ment neki minden olyan jól, de legalább ott volt-e az a szándék, akarat, vagy átjön azért ezeken a munkákon is, hogy összecsapja a felületes, vagy lelkiismeretesen végzi. Ez főként így a felső tagozatban. Ugye a kisebbeknél, ahol ott van a szülő aktívabban a háttérben, vagy mellette, közvetlenül mellette, felsőben inkább csak a háttérben, azért felsőben könnyebben el tudnak csúszni. Igen, ott ül a gép előtt, a szülő azt látja, hogy csinálja, amit csinál, de aztán kiderül, hogy lemaradásai vannak. Úgyhogy mi is próbáljuk megtalálni azokat az eszközöket, módszereket, és mindig kell valami új, amivel tudjuk motiválni. Úgyhogy most Andi is mondott olyanokat, amit szerintem érdemes lesz nálunk is kipróbálni. Parancsolj!
És szeretném hozzáfűzni, nagyon fontos, hogy amiben most elindulunk, és részben már volt esetünkben jó gyakorlat, vagyis hát jó példa rá, hogy az önértékeléssel elindulunk a felsősöknél. Tehát megpróbáljuk most a gyerekeket a saját maguk működésére reflektáltatni, és nyilván ez ennek a célja valóban az, hogy önmagát is motiválja, hogy ő értékelje, hogy tanulja meg, hogy ebben a helyzetben nagyon őszinték a gyerekek. Tehát én 7. évfolyamban tanítok magyart egyébként, és több feladatnál, több helyzetben is megkérdeztem, és nagyon önkritikusak a gyerekek. Tehát simán megmondja, hogy mi az, ami nem ment neki, mi az, amit ő most lazán vett, és értékeli magát hacsillaggal, bármivel skálán, és nem alul, nem felül, nagyon reálisan látják magukat. Tehát az értékelésnél most ez a rész, ez remekül kihasználható, ha az a célunk, hogy motiváljuk őket az együttműködésre, ha motiváljuk őket a feladatoknak az érdemleges megoldására az otthoni tanulásban. Tehát nem feltétlenül érdemjegyre gondolok, hanem most ez a legfőbb cél, szerintem. Ettől nagyobb cél nincs most szemünk előtt. Egy dolog még nekem is eszembe jutott, ami az értékeléssel kapcsolatos, hogy ami még szintén nagyszerű dolog, és most kezdenek a kollégák ráérezni, hogy az osztályjegyzetfüzetben hangfájlokat, tehát hangüzenetet is tudnak, és hogy mennyivel többet ad, ha nem csak oda leírja, hogy ezt most nagyon jól, vagy itt még kellett volna, és el is tudja neki magyarázni röviden, akkor egy kicsit olyan, mintha ott lenne mellette. Nincs ott mellette, de a hangját hallja, és talán segítheti ez a fajta visszajelzés. Nálunk most kezd ez úgy bejönni, és reméljük, hogy lesz hatása, meg sikere. Igen, azt jó hallani, hogy elengedtétek a klasszikus, tulajdonképpen ezben a környezetben nem működő értékelési metódusokat, és olyanokat találtatok, amelyek pont most jobban megoldhatók, és talán még az is lehet, hogy reálisabb képet adnak arról, hogy a gyerekek hogyan dolgoztak valójában. Itt mind a ketten kapcsolatban álltok gyerekekkel, családokkal. Mi az a legnagyobb nehézség, ami a családok szempontjából felmerül itt a digitális munkarendben? Gondolok arra, hogy lehet, hogy több gyerek van, és akkor hogyan tudnak együtt ott boldogulni a tanulással egy háztartáson belül? Van-e eszköz, van-e technológia, van-e megfelelő szülői háttér, tudnak-e segíteni? Akarnak-e segíteni? Mi az az egy vagy két nagyobb probléma, amivel ti találkoztatok, és esetleg mit tudtatok vele kezdeni? Hát a szülők, amiről beszámolnak, akivel kapcsolatban, nagyon sok szülővel kapcsolatban vagyunk, főleg itt a kis településnek ez az előnye, hogy igazán nagyon nehéz nekik most már arra rávenni a gyereket, hogy leüljön és elkezdjen a munkájával foglalkozni. Nem fogadja úgy el a szülőt, mint pedagógus. Meg is mondja nagyon sok gyerek, hogy te nem Dóri néni vagy, te nem a tanítónéni vagy, te csak anyja vagy. Tehát ez a szerep olyan furcsa nekik, és a gyerek másképp veszi. Tehát ez egyrészt, másrészt pedig, ami minket talán jobban aggaszt, hogy igen, vannak olyan gyerekek, akik főleg a nagyok, nagyon sokan egyedül vannak otthon, mert ugye dolgoznak a szülők, majd még eljárnak dolgozni, illetve több nagyobb családba élnek, és nem igazán tudnak olyan segítséget effektíven kapni, ami a tanulásukban a felmerülő kérdéseikre választ tudna adni. Én azt látom, amiről a szülők, vagy azt tudom elmondani, a szülők is beszámoltak, hogy nyilván ez az összezártság, hogy most az egész család együtt van, és nyilván az anyukára, nem csak meg az apukára a gyerekek hárulnak, hanem ugyanúgy a háztartás. Itt vidéken azért most már elindultak a kerti munkák, a szabadtéri feladatok is itt vannak, és nyilván a családnak a megszokott mederből egyfajta zártságban kell együttműködni. Talán ez nekik itt a mi esetünkben segítség, hogy a több gyerek esetében be tudja osztani, hogy ki mikort. Tehát vannak olyan speciális helyzetben lévő családok, ahol bizony a munka az első, és akkor amikor annak a menete megszakad, akkor a gyerekre is jut úgy, hogy odafigyeljen, addig a gyerek önállóan próbálkozik, de erről több szülő is beszámolt, hogy hát most elindultak a tavaszi munkálatok, és bizony ez most egy kicsit megborítja, hogy még a gyerek is otthon van.
Nem azért, mert nem tud, nagyon szépen tudna vele foglalkozni, de hát ez nyilván ez megélhetést is jelenti, és most már egyre inkább ez a probléma, hogy a megélhetés. Tehát, hogy a szabadságok elfogynak, nem tudják majd, hogy a gyerek felügyeletét hogy oldják meg, úgyhogy erről számoltak be a mi esetünkbe. Igen, nálunk is folyamatosak a szülői jelzések, és ugye az osztályfőnökökön keresztül hozzánk is eljutnak azok a gondok, és én is tapasztalom akár osztályfőnökként, meg szülőként én is érzem, hogy mi az, ami itt napközben probléma lehet, hogy igen, dolgozunk, és közben feladatmegoldás is kisegít annak a kisebb gyereknek, akinek még bizony szüksége van arra, hogy mellette álljon most a pedagógus helyett, ugye otthon a szülő, de hogy milyen mértékben, vagy hogyan kell, hogy ebbe a folyamatba részt vegyen, ez is egy nagyon nehéz, mert hogy gyerekenként, családonként eltérő. Igen, ahol a szülő munkája meghatározza ezt az időt, ott hiába javasoltunk mi egy napi rendet. Tehát ugye nagyon jó, hogyha kialakul egy napi rend, és akkor a gyerek annak megfelelően osztja be az idejét, és úgy akkor a határidőket is sikerül tartani, és nem úszik el a nap. És tényleg a felsősöknél is azt látom, hogy van, akinek ez sikerült, és van, aki még mindig ezzel küzd. És amikor felhívom a szülőt, akkor ezt hallom, hogy de hogy ott ül a gép előtt a gyerek, de mégsem halad úgy a munkáival. Tehát, és akkor ezt megoldani akár távolról nem egy egyszerű feladat, hogy akkor hogy tudjuk ezt a napirend javaslatot, amit csak tényleg javaslatként fogalmaztunk meg, azt betartatni. Mert hogy az ő érdeke egyébként, tehát a nagyobbak már képesek önállóan tanulni, vagy valamilyen szinten önállóan eljutni a tanulási folyamat egy szintjére, de ha mégis hiányzik ez a fajta önfegyelem, nem tudom, hogy ez a jó szó rá, hogy igen, hogyha délelőtt vagy reggel 8-ig nálunk a kollégák kiteszik az osztályjegyzetfüzetbe az aznapi tananyagot, feladatokat, akkor igen, neki kell ülni, meg kell csinálni, tehát hogy ez a, ja csak egy hét múlva van a határidő, akkor még ráérünk, tehát ez a határidő tologatás, és utána összegyűlnek ezek problémák, illetve nálunk is menet közben is mutatkozott még eszközigény. Tehát amikor munkába visszatér a szülő, és viszi a laptopot, mert ugye szüksége van rá, addig otthon volt, tudott haladni a gyermek az a laptop segítségével, akkor itt most megint egy új helyzet van, mert akkor csak délután 4-5 óra, amikor le tudnak ülni és megcsinálni, akkor már fáradta a gyerek, mert hogy ez már a nap vége felé van. Tehát ilyenkor, ha jelzést kapunk, és itt a fontos a kommunikáció meg a jelzőrendszer, hogy azokban a családokban, ahol szükség van a segítségre, akár eszköz, vagy akár más jellegű probléma, ha tudunk róla, akkor nagyon igyekszünk ezt meg is oldani. Köszönöm szépen. Hát természetesen a pedagógusoknak is sok kihívással kell szembenézniük, és bizonyára vannak, akik már tapasztaltabbak, és úgy kezdték, és van, akik még kevesebb tapasztalatot gyűjtöttek korábban. Hogyan oldjátok meg azt az iskolán belül, hogy egymásnak tudjatok segíteni, hogy ha technikai vagy módszertani kérdések merülnek fel, akkor a kollégák kitől tudnak segítséget kérni, belső segítségadás van-e, vagy külső? Hogyan történik ez nálatok? Na, mi esetünkben gyakorlatilag most már a napi megbeszéléseket egy picikét ritkábbra vettük, és hetente háromszor jövünk megbeszélésre, és hetente kétszer elkezdtük a múlt héttől, hogy felírtuk, összegyűjtöttük egy közös drive dokumentumba, hogy mire lenne szükség, milyen digitális tudásmegosztásra, pontosan most a hétköznapokban, tehát nem óriási nagy dolgokra gondoltunk, hanem kinek mi az a kis lukacska ott a gyakorlatába, amit mutassunk meg egymásnak, és akkor azok a kollégák, akik, tehát egy ilyen keres-kínál felületet alakítottunk ki, azok szépen kiírták az időpontot, és akkor voltak már ilyen alkalmak, amikor ilyen Zoom keretében megmutattuk egymásnak. Illetve megosztjuk ezeket a webináriumi tapasztalatokat, azokat a kis filmeket, videókat, amiket nagyon jónak látunk, például a Quizisnél, vagy ilyen dolgokat, hogy a kollégák nyugodtan nézzék meg, és ezt is most alakítjuk ki egy közös felületen, egy
Linoiton fogjuk majd megosztani, a Csempékben, és akkor apró megjegyzéseket teszünk segítve egymásnak, hogy igen, ez magyar, ehhez nem kell a gyereknek regisztrálni, de nyilván ezzel óvatosan bánunk, csupán azokat a dolgokat indítottuk el, ilyen belső képzést, például gondolok a Google űrlap használatára, ezt közösen megtanultuk, hogyan kell ebből teszt értékelő verziót beállítani, hogyan kell egy szabaduló szobát kialakítani belőle például, tehát egységesen kezdtünk el haladni. Fontos volt az például, hogy egy YouTube linknél be tudom állítani azt, hogy mikortól induljon el. Tehát ilyen apró, nagyon fontos dolgok, amik hasznosak voltak. Vagy például a Tempusnak a tanulás jövője moduljába bekapcsolódtunk, és akkor abban, ami jó dolgot, például a Sutorinak a használatát, az nagyon-nagyon jól jött, vagy ugye a végletet, amit elkezdtünk használni az elején, aztán nem dupláztuk meg itt a tananyagfeltételt, de ennek is a kis webináriumát megosztottam a kollégákkal, mert nagyon jó funkció van, hogy például angolul szépen felolvassa, vagy a kisgyereknek felolvassa ugye a szöveget, a funkció, úgyhogy ezeket úgy megosztjuk egymással, ezen, és csak egy közös drive-unk van. És azon a drive-on rendszerezzük a tananyagokat, az IKT megosztásokat, a projekteket, ezeket az űrlapokat, amiket készítenek a kollégák, tehát minden egy felületen van és rendszerezve. Nekünk nagyon nagy segítséget jelent, amit már régóta terveztünk, hogy az összes tananyagunkat, amit most a tananyagunkat, feladatkiosztásunkat, az iskola titkárunk minden egyes nap rendszerezve évfolyamra, tantárgyra, a szerverre folyamatosan tölti fel. A pedasszisztensünknek pedig az a feladata, hogy azokat a linkeket, amiket a gyerekeknek megadunk, akár saját feladat, akár máshonnan a tananyag kiosztásba tett jó kis feladat, azokat ugyanígy rendszerezi, és heti szinten felrakja a szerverre. Tehát egy olyan fantasztikus gyűjteményünk van most már, évfolyamra, tantárgyra lebontva, amit régóta terveztünk, hogy legyen egyfajta rendszerezett gyűjteményünk. És ebből később is nagyon szuperül fogunk tudni építkezni, hiszen egy kiosztott és már kipróbált tananyag feldolgozási mód, és látjuk. Látjuk egymásnak a módszertani gondolkodását, látjuk az eszközeit, látjuk a feladatait, és megtetszik az egyik kollégának a másik kollégái, vagy együtt is csinálnak, ez a legjobb egyébként, mikor egy összefognak, és nyilván ebből egy nagyon jó kis gyűjtemény alakult ki. Úgyhogy ezek vannak most már így meghirdetve, tehát magunk között megállapodva ezek a kis alkalmaink, de mivel hogy nyitott az iskolai honlapra kitett tananyagunk is, ezért egymásét is látjuk, és megkérdezik, és akkor tényleg megmutatják egymásnak, ha ez érdekes volt. Ezeket a praktikákat, meg ezeken a megbeszéléseken mindig meg tudjuk osztani egymásra. Ezért jó a rendszeres kapcsolat. Mindig van egy pár perc arra, hogy na akkor nézzük meg, hogy mi az, ami nagyon jó, miben kértek segítséget, hogy felesleges időt ne töltsenek a kollégák újabb dolgok megismerésével, ha tudjuk, hogy az nem fog működni a gyerekekkel. Igen, én is éreztem rögtön a legelején, hogy nem szabad elengedni a pedagógusok kezét. Tehát, hogy együtt kell, hogy haladjunk ezen az úton, mert igen, vannak, akik már ezen az úton elindultak korábban, és önállóban is tudnak haladni, de van, akinek szükség van a segítségre. Tehát ez nekem kezdettől fogva egy elvárás volt magammal szemben is, hogy figyeljek oda minden kollégára, és minden jelzésre, és igyekezzek úgy segítséget adni, hogy ne azt érezze, hogy ő elveszett, mert ugye nem igazán volt még köze mondjuk akár a digitális módszerekhez, eszközökhöz, és van, aki meg már nagyon jól csinálja. Úgyhogy nálunk a tanári szoba az lényegében beköltözött a Teams-be, tehát ugye mondtam, hogy már korábban is megvolt az erős pedagógusok Teams csoport, csak hát nem volt akkora élet benne, mint amekkora van most már az elmúlt időszakban, mert tényleg mi is ott osztjuk meg a közös dolgainkat, már az elején ott készültek azok a kiküldött, közösen szerkesztett dokumentumok, ahová még ugye az e-mailezés idejében gyűjtögettük a tananyagokat, és nagyon fontos az, hogy akkor ott mi is rendszerezzük, tehát akár munkaközösségi szinten hoztunk létre csatornákat, és akkor ott tudnak munkaközösségi vagy tantárgy specifikusan megbeszélni, vagy ötleteket adni. Van külön egy technikai segítségcsatornánk, ahol ha bármelyik területen elakadás van, akkor ott igyekszünk választ találni rá, meg segítséget nyújtani. Van külön egy ilyen digitális iskola módszertani jó ötletek csatorna, ahova én is beviszem, meg nem csak én, hanem azok, akik megtalálják azokat a webináriumokat, alkalmazásokat, amit Andi is mondott, hogy igen, amiről azt gondoljuk, hogy működhet, mert tudjuk, hogy most előzönlötte az internetet millió ötlet, meg
platform meg. Tehát, hogy van, akit ez rémiszt már az elejétől kezdve, hogy jó, de akkor ebből a millióból melyik? És hogyha mi átengedjük egy szűrő, mi, akik már láttuk ezeket, próbáltuk, én is mindig nagyon-nagyon odafigyelek, hogy ne terheljem túl a kollégákat, és tényleg ne vigyek olyat, amiről tudom, hogy most ebben az időszakban nem biztos, hogy bele fog férni. És azt találtuk ki, hogy amikor tartjuk ezeket a közös, hát mi digikörnek nevezzük, tehát kis pedagógus szakköröket, ahol digitális témáról beszélgetünk, mivel a Teams-be tartjuk, felvételt készítünk, és ez ugye visszanézhető, tehát az a kolléga, aki vagy azért, mert nem tudott ott lenni, vagy volt, aki ott tudott lenni, de amikor neki kezd, és ő maga akarja csinálni, akkor vissza tudja nézni, és akkor neki az ő tempójának megfelelően tud haladni. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy nagy segítség. A másik az, hogy már nem emlékszem, hogy indult a dolog, de elindítottam egy ilyen mini videósorozatot. Tehát amikor jöttek a jelzések a kollégák felől, hogy mi az, amiben kellene a segítség, akkor ilyen 3-4 perces kis képernyő videókkal megmutattam, hogy akkor itt ebben a témában így kell működni. És az egyik ilyen nagy siker volt nálunk már a legelején, tehát nem a Teams-es időszakban, hanem még az e-mailezés idején, hogy hogyan tudnak a kollégák rájavítani, ráírni a beküldött munkákra, és amikor a képmetszőre felhívtam a figyelmet, hát utána, hogy hány üzenetet kaptam, hogy mennyire remek, holott tényleg azt gondolom, hogy sokaknak ott van a gépén, de nem tudták, nem ismerték, és most látták, hogy mennyire jól jön, és azóta is használják, és tényleg csak egy a sokból. Úgyhogy így igyekszünk egymásnak segítséget nyújtani. És ami nagyon nagyszerű, hogy tényleg én is mindig azt mondom, hogy nekem is azzal segítenek, mert mondják sokat, hogy kímélni akarnak, és inkább nem hívnak föl. És mondom, hogy de meg kell tenni a lépést, és ha már valakinek én elmondom, segítettem, meg tudta csinálni, és ő ezt tovább tudja adni, tehát akkor már ő fog tovább tudni segíteni a következőnek, és ez a nagyszerű benne, hogy egymást támogatjuk, és így tudunk haladni előre. Köszönöm szépen. Záró kérdésem következik. Nem kell nagy jós tehetség ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ha újraindul az iskola, újraindul a tanítás, akkor az már nem pont olyan lesz, mint annak előtte. Hogyha egy, max. Két dolgot kellene mondanotok, amit átvinnétek ebből a digitális munkarendből az újrainduló, hát hagyományosabb iskola keretek közé, akkor mi lenne az? Én azt gondolom, hogy mi esetünkben mindenféleképpen a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás digitális módon. Másrészt a szülőknek a még inkább bevonása digitális világba, tehát valami rendszeres képzés lehetőség felkínálása a gyakorlati praktikákra, amit most látunk, hogy ami nem megy. Harmadrészt pedig követjük, nézzük, hogy a mi gyerekeink, a mi eszközfeltételünk és a mi lehetőségeinkhez képest mi lesz az a platform. Tehát kell egy olyan platform, amin egységesen az intézményben elkezdünk majd mi is digitális iskolaként működni. Igen, nálunk is megfogalmazódtak már a kollégákban teljesen maguktól. Tehát, hogy még így, ahogy Attila föltette nekünk a kérdést, mi még a vezetőség nem tette fel ezt a kollégák felé, de már elmondják, hogy azt gondolják, hogy ahová még csak most így április végéig eljutottunk a Teams használatával és a tanulási folyamatainkat itt koordináljuk, hogy ezt vinni kell tovább. Tehát, hogy attól, hogy majd visszamegyünk, és nagyon várjuk, hogy visszatérjünk az iskola falai közé. Ezt a szálat, amit most itt tényleg gyorsan kellett fejleszteni, és nagyon gyorsan kellett beletanulni gyereknek, szülőnek, tanárnak, ezt tudjuk úgy használni az elkövetkezendő időszakban, hogy a kettő kiegészítse egymást. Tehát konkrét példát is mondok, volt, aki azt említette, hogy milyen jó lesz a hiányzó tanulóknak.
tehát akik betegség miatt hiányoznak. Tehát, hogyha megmarad a tananyag forrás, meg a visszajelzési lehetőség az osztályjegyzet füzetben, vagy a Teams-en belül, bármilyen formátumban is, vagy akár be tud kapcsolni az órába, volt, aki ezt is mondta, hogy hát akkor, aki hiányzik, így ott tud lenni akár az órán. Tehát igen, nyomon tudja követni az is, aki nincs ott a teremben, és még számtalan olyan sok funkció van, amit fogunk tudni használni. És ami szerintem mindenképpen tovább kell, hogy működjön az elkövetkezendő tanévben is, az az, hogy rengeteget fejlődött a probléma megoldó képességünk, úgyhogy ezt tovább kell, hogy vigyük az elkövetkezendő évre is. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy beszélgettetek velünk, és nagyon jó volt hallani ennyi friss, korszerű pedagógiai gondolatot, ennyi energiát, ami a szavaitokból áradt, és azt gondolom, hogy jó kezekben vannak a gyerekek nálatok, és hát kívánok nektek minél több pedagógiai örömöt, és sok energiát a kollégáitoknak, mert itt most arra nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen! Köszönjük mi is! Köszönjük szépen!